A Szigetköz és a Hanság egyik gazdasági, kulturális központja, az ősi eredetű, műemlékekben gazdag város, Moson-Magyaróvár. Története visszanyúlik a régi római uralom idejére, amikor is ezen a helyen Ad Flexum néven ismert település volt. A több mint 600 éves város létrejöttében, történetében fontos szerepet játszott a Mosoni Duna és a mellette húzódó egykori római hadiút. Az út és a víz a városon átfolyó lajta virágzó kereskedelmet teremtett. Kaput nyugat és kelet népei között. A várost akkoriban így is nevezték, Porta Hungariae, Magyarország kapuja. A város és környékének történelmi emlékeit a Hansági Múzeum őrzi. Féltett kincsei közé tartoznak a 15. századból származó közigazgatási hatalmi jelvények és azok a kiváltságlevelek, amelyek királynéi városi jogot adtak Magyaróvárnak. Ez a jog biztosította az ipar és a kereskedelem kibontakozását és virágzását. A város fejlődésének dokumentumait a 14. századtól a levéltár őrzi. Moson-Magyaróvár három településből, Mosonból, Magyaróvárból és Lucsonyból alakult ki. A 12. századtól fokozatosan épülő óvári erősség a váradot helyett az 1818-ban létesített gazdasági tanintézetnek, amelynek egyik híres tanítványa volt Nikolaus Lénau. Művek, szobrok őrzik a tanintézet szervezőjének, Wittmann Antalnak és az akadémia tudós tanárainak, Cserháti Sándornak és Újhelyi Imrének emlékét. Az intézet ma egyetem. Magyaróvár történelmi városmagja a Magyar utca és a Főutca körül alakult ki. A régi belvárosban sok műemléket találunk. A városi tanács épülete mellett barokk stílusú lakóházak sorakoznak. ...1848-ban ebből az épületből szólt 4000 kaszáshoz Kossuth Lajos. A régi városházán választották Széchenyit Moson megye követévé. A hangulatos Szent László téren ma is áll az egykori városi mészárszék. Középkori alapokra épült a barokk plébánia templom. A hajdan különálló településeket köti össze a ma is épülő új városközpont lakóépületeivel, áruházaival, középületeivel, melyek harmonikusan illeszkednek a városképhez. Moson-Magyaróvár fejlett ipari város. Legrégebbi üzeme az 1856-ban alapított mezőgazdasági gépgyár. Napjainkban több mint 3000 embert foglalkoztat. Termékeinek több mint fele export. A külföldi igény elősegítette a gyár dinamikus fejlődését. Lehetővé tette az öreg gyár megfiatalítását, új üzemcsarnokok létesítését és új technológiák meghonosítását. Legsikeresebb exportterméke a ketreces tojóházi berendezés egy, két és háromszintes változata. A siker titka a gyártmányfejlesztés előtte jár a világpiaci igényeknek.
mezőgazdasági gépgyár munkagépeit az egész járás területére kiterjedő, több mint 25 ezer hektáron gazdálkodó lajtahansági állami gazdaságban próbálják ki és alkalmazzák is. A gazdaság egyik legnagyobb növénytermesztési ágazata a 8000 hektáros kalászos termőterület, amelyről 50 kombány takarítja be a termést. A szántóterület közel felét öntözik. A gazdaság évente 600 vagon lucerna lisztet állít elő, ennek mintegy felét exportálják. A gazdaság évi termelési értéke közel 1 milliárd forint. Ennek jelentős részét az állattenyésztés adja. A világpiacon kedvelt hízóbárányból évente 25 ezret értékesítenek. A gazdaság 4000 darabos tehén állományának utánpótlása az üszőnevelés. Évente 18 millió liter tejet termel a gazdaság, és ennek nagy részét korszerű fejőházakban készítik elő értékesítésre. A 8 évtizedes Moson-Magyaróvári fémszerelvénygyárban jól képzett munkás dinasztiák váltották egymást, és megteremtették a mai magas szinten gépesített nagyüzemi gyártás alapját. A gyártmányfejlesztés során modern célgépeket, öntődét és galvanizáló üzemet hozott létre a gyár. Az üzemekben alkalmazott mozdulatelemzéses munkamódszer révén jelentősen nőtt a termelés. A vállalat termékei minden lakásban megtalálhatók. Ismertek és keresettek külföldön is. Hazánk első tímföldjára is Moson-Magyaróváron található. Alumínium szulfátból Közép-Európában a legjelentősebb termelő. Nemes korundból és az olvasztva öntött tűzálló anyagból a minőséget és a mennyiséget illetően a világ első 10 termelő vállalata között van. Termékeinek 60%-át külföldön értékesíti. A Tímföld gyár jelentős részt vállal a város szociális ellátásában is. Többek között hőerőműve fűti a lakótelepeket. A kereskedelem és az üzlethálózat minőségben és mennyiségben egyaránt sokat fejlődött. Mind a belvárosban, mind az újváros központban kialakult a szakboltok és szakáruházak hálózata. A műsejemgyártás is Magyaróváron indult meg, elsőként hazánkban. A textilgyári rekonstrukció során a magyaróvári kötöttárugyár termékszerkezete is jelentősen módosult, és számítógépes rendszer segíti elő a gyártás kedvező alakulását. We'll be right back.
legmodernebb színek, fazonok és modellek mindenkor a divat igényei szerint. Ezért ismertek és keresettek nem csak országszerte, hanem a nagyvilágban is. A Városi Művelődési Ház előadó termeiben, szakköreiben mindenki kedvtelése, érdeklődése szerint szórakozhat, pihenhet. És szép időtöltés a hímzés, fiataloknak, idősebbeknek egyaránt. Százféle színnel és mintával ismerkednek a szakkör fiataljai. A szakorvosi és kórházi kezelést a hajdani Karolina Kórház mai modern utóda látja el. Négyszintes rendelőintézete, a kórház műtőtraktusa a legkorszerűbbek közé tartozik az országban. A koronária őrzőszoba műszereinek értéke meghaladja a 2 millió forintot. Az viszont nem fejezhető ki pénzben, amit a megmentett életek jelentenek. A kismamák és a kicsinyek biztonságára modern technika és magasfokú orvosi szaktudás őrködik. Az újszülöttek, a későbbi óvodások, a város jövendő polgárai most még csak a homokvárat építik. Néhány év múlva már a városukat, az országot. A városnak 10 modern vagy felújított óvodája van, és egy szép iskolai tanuszodája, amely a lakosság segítségével épült. A vizek városában hagyomány a víz szeretete, itt és most még tanári felügyelettel. A város ma is az ország egyik kapuja. Nemzetközi főútvonalain több millió tonna áru halad át évente, és több százezer turista érkezik, hogy rövidebb, hosszabb időt a városban töltsön. Kényelmükről, ellátásukról, új szállodák, hangulatos éttermek, cukrászdák, eszpresszók gondoskodnak. Akinek ideje és kedve van, festői környezetben és öltözékben lovagolhat is. A város egyik idegenforgalmi nevezetessége a strand és a termálgyógyfürdő. Vize messzeföldön híres. S ha valaki úszni akar, a termálfürdő mellett uszoda is van. Aki a virágot szereti, az itt megtalálja. A város kertészetének üvegházaiból évente több millió szál virág indul útnak a szélrózsa minden irányába. Ezt a tájat nem lehet elfelejteni. És ezt a 600 éves lajtaparti város sem, történelmi múltjával, szép jelenével, a városukért élő és dolgozó embereivel.